A három bolond lány Népmese Volt egyszer egy ember, annak volt három lánya, meg egy fia. Aratáskor a legény, meg a két kisebbik lány kiment a mezőre, a nagyobbikat meg otthon hagyták, hogy főzzön, és majd vigye utánuk az ebédet. Na de a nagylány azt gondolta magában, még korán van, ráír a főzéssel, inkább átmegy a szomszédasszonyhoz beszélgetni. Át is ment, csak akkor ijedt meg, amikor látta, már nagyon fönt jár a nap. Hazaszaladt, föltette az ételt, s rakta a tüzet nyakra főre. Mikor már jól főtt az ebéd, eszébe jutott, hogy valamit még nem mondott el a szomszédasszonynak. Megint átment hozzá. Hát, amikor visszajött, Látta ám, hogy kozmás lett a bableves. Nagyot kiáltott, s lekapta a fazekat a tűzről, hogy a levest majd kiönti, és főz helyette másikat. Félt, hogy a bátyja megszidja, ha kozmás ételt visz neki. Amikor éppen öntötte a levest a moslékba, a háta mögött egyet bőgött egy borjú. Azt gondolta a lány, a borjú most elmegy a faluba, s elmondja, hogy ő odaégette a bablevest, s akkor nem megy férjhez soha. Megfogta a borjút, s nem törődött többet az ebéddel. Eljött a dél, odakint már várták az ételt. De hogy nem vitte senki, a legény a nagyobbik lányt hazaküldte, hogy nézze meg, mi van otthon. A lánynak a nénje elmondta, mi történt vele, meg hogy a borjút miért nem ereszti el. Hát a másik lánynak se kellett több. Odaállt ő is, segített fogni a borjút. Azok meg odakint várhattak. Egy idő múlva azt mondja a legény a másik lánynak. Erígy már haza te is, mert ma nem ebédelünk. Hazament a legkisebb lány is, de az is otthon ragadt a borjút fogni, s meg sem mozdult. Végre rászánta magát a legény, és hazament, hogy lássa, mi van a lányokkal. Kérdezi tőlük. Nati három Isten verték, mit csináltok itt? A lányok elmondták, minek fogják a borjút. Haragudott a legény, s oda kiáltott. Mind a hármatokat világgázavarlak. A lányok kétségbe esve könyörögtek neki, inkább fogja ő is a borjút. Ahogyan a legény ezt hallotta, megfordult, s elindult a kapu felé. Onnan még visszaszólt? Hát én most elmegyek országot, világot próbálni. Ha még olyan három bolondot találok, mint ti vagytok, akkor jó. De ha nem, elkergetlek benneteket. Azzal a legény elment világnak. Beér egy faluba, látja, hogy egy kotlós körül ott a sok csibe. Egy öreg asszony meg üti vágja a kotlóst. Oda szól. Hé, öreg anyám, minek bántja azt a kotlóst? azt mondja az öreg asszony. Hát azért, mert nem szoptatja a csirkéket. Azért nem kell a kotlóst verni. Van-e kásája? Van, felelte az asszony. Na hát, akkor főzze meg, s adja a csirkéknek. Az asszony úgy is tett. Mikor kiszórta a főtkását, látja, hogy a kotlós tüsténét hívogatja a csirkéket a kására. Többet nem is bántotta. Akkor a legény tovább ment a harmadik faluban éppen házat építettek. Oda köszön nekik. Jó munkát! Azok visszaszólnak. Nincs itt jó munka. Már két éve építjük ezt a házat. De van itt egy kis gerenda, húzzuk, húzzuk két felé, hogy olyan hosszú legyen, mint a többi, de csak nem nyúlik meg. A legény akkor elővette egy másik gerendát, hozzátoldotta a kis gerendához, s mindjárt jó lett. Azzal ment tovább. Alkonyodáskor beért egy faluba, s látta, hogy az egyik udvarban sok nép áll. Kezükben mindenféle ringy-rongy, s hadonásznak vele. – Hát maguk meg mit csinálnak itt? – kérdezi tőlük. Azt feleli az egyik asszony. – Talán nem látja? Fölhajtjuk a legyeket a padlásra. – Aztán minek? – Csak azért, mert nagyon elszaporodtak, s bántják az állatokat. Azokat ugyan hiába hajtják, úgyis megint lejönnek. Azt mondja egy másik asszony. Lejönnének, ha tudnának, csak hogy mi elvesszük ám a létrát. Akkor a legény egy szót sem szólt. Sarkon fordult, ment haza. Otthon a lányoknak elmondta, hogy maradhatnak, mert látott már több bolondot is, nem csak őket. Örültek a lányok, de hiába örültek, mert azért eljárt a hírük, és nem mentek férjhez soha. Ha férjhez mentek volna, akkor talán ez a mese is tovább tartott volna.